A romákkal, a magyarokkal, a menekültekkel és a melegekkel szemben nyilvánul meg leginkább az intolerancia a hazai közbeszédben, derül ki az Active Watch szervezet múlt héten bemutatott jelentéséből. A sajtószabadságért fellépő civil szervezet munkatársai a gyűlöletbeszéd és a többé vagy kevésbé burkolt uszítás veszélyeire hívták fel a figyelmet. Bár Romániában több törvény is tiltja, illetve bünteti a hátrányos megkülönböztetést, az egyes népcsoportok, illetve társadalmi rétegek elleni uszítást, a jelenség korán sem veszett ki a közbeszédből. Mutatott rá Rádó Rei Lánó és Mircsa Tomá az elmúlt két év termését vizsgáló jelentés bemutatásakor. A sajtóban és a politikai nyilatkozatokban egyaránt fellelhető a gyűlöletbeszéd, bár Romániában lényegesen jobb a helyzet, mint a környező országok zömében. Este o declarație cu dublu tăiș, pentru că dacă eu citesc situația României din perspectiva discursului instigator la oră, constat că stăm mai bine decât țări vecine. Ungaria, Turcia e puțin mai departe, Ucraina este incandescentă. Serbia. Serbia, ca să nu mai spun. Și așa mai departe. Pericolul efectului liniștitor este că nu este bine să lăsăm garda jos. Precauția este importantă pentru că România are în propria istorie o explozie de ură care s-a concretizat în dramele evreilor și romilor de pe teritoriul României din perioada războiului mondial și acest lucru se poate întâmpla, din păcate, și astăzi vedem în țările din jur. Ori liniștea care este acum este, din punctul nostru de vedere, pozitivă, pentru că nu ne omorâm între noi. Pe de altă parte, nu trebuie să ne facă să ne scadă vigilența, pentru că vigilența previne dramele. Románia alkotmánya tételesen rendelkezik a diszkrimináció tiltásáról, és ennek szellemében több törvény született az intolerancia megnyilvánulásainak visszaszorítására. Egy 2000-ben kelt törvény rendelkezik a diszkrimináció ellenes tanács működéséről, az audiovizuális sajtót külön tanács ügyeli fel, és a különböző csoportok elleni úszítás börtönbüntetéssel is sújtható. Ennek ellenére nagyon kevés ügyben indul eljárás. Az Active Watch munkatársai szerint ennek fő oka, hogy az illetékes hatóságok gyakran hajlamosak elnézőnek mutatkozni, másrészt pedig, és ez főleg az audiovizuális tanácsra vonatkozik, egész egyszerűen nem minden esetben ismerik fel a gyűlöletbeszédet. Ugyanakkor az is kérdés, hogy mennyire előzhető meg, illetve szorítható vissza az intolerancia az esetleg kirótt büntetések által. Dacă vorbim doar despre legi, atunci meciul e pierdut, pentru că legea simplă și interzicerea simplă a unei manifestări a conștiinței, a atitudinilor proprii, este de obicei frustrantă, te face să te refugiezi în zone mai puțin vizibile, dar nu tratează rău. Cheia și răspunsul corect este în educație. Deci legea poate să oprească, să frâneze manifestările acute, manifestările violente imediate. De asemenea, legea este un mesaj educațional. Ea nu trebuie să fie neapărat considerată doar puniție. Acum, vorbitul urât în sine nu ar trebui să fie interzis dacă după vorbitul urât nu vin faptele urâte. Că vorbitul urât atrage ca o locomotivă comportamentele violente. Despre asta vorbim. Comportamentul violent, vorbitul despre și instigarea la ură, presupun în spate atitudini. Atitudinile se formează acasă, de mic copil și în școală. Noi ar trebui să mergem mai insistent acolo, ca să prevenim răul de mai târziu. A jelentés külön kitér a magyarok elleni intoleráns megnyilvánulásokra. Megjegyzi például, hogy az eredetileg terrorizmussal vádolt Beke István ügye kapcsán az egész magyar közösséget megbélyegző kijelentések hangzottak el nyilvánosan. Ugyanakkor a szimbólum használat kapcsán is felfellángoltak magyar ellenes indulatok. Mindez természetesen a román nyelvű sajtóban, ugyanis az Active Watch jelentése nem tér ki a magyar nyelvű nyilvánosságra. Ne interesează foarte mult să nu scăpăm nici una dintre formele de manifestare publică a
intoleranței din vizorul nostru. Resursele nu ne-au permis pentru acest raport să acoperim și presa de limbă maghiară, deci spațiu public de limbă maghiară, că presa uneori este doar un intermediar. Arról tehát, hogy miként jelenik meg a gyűlöletbeszéd a hazai magyar közbeszédben, nincsenek adataink. Csak is tapasztalatainkra támaszkodhatunk. A jelenségről Szőcs Leventével, a Bukaresti Rádió magyar adásának szerkesztőjével beszélgettünk. A jelentésről, a jelentésnek nagy visszhangja a magyar sajtóban nem volt, de hogyha a kérdés arra vonatkozik, hogy a magyar sajtóban megjelenik-e a gyűlöletbeszéd, mint olyan, akkor megjelenik, azt kell mondanom. Tehát a magyarországi sajtóból nagyon erőteljesen átjött például a menekültek elleni diskurzus, a menekült ellenes diskurzus, tehát megjelenik a gyűlöletbeszéd, és ez már csak azért is kell így mondani, hogy megjelenik a gyűlöletbeszéd, mert a gyűlöletbeszéd az nem feltétlenül csak úszítás. Tehát, hogyha egy közösséget sértesz, hogyha olyan információkat közölsz, amelyek egy közösséget sértenek, akkor azok nagy valószínűséggel alkalmasak arra is, hogy az ellen a közösség vagy csoportosulás ellen gyűlöletet keltsenek a többségi társadalomban. Van egy önszabályozás, vagy legalábbis megvan a lehetősége az önszabályozásnak. Na most a probléma az, hogy szerintem, vagy hát azt látom én, hogy az újságíróink már nagyon sok szabályt nem éreznek magukra nézve kötelezőnek, olyan szabályokat, amelyeket korábban tiszteletben tartottak, és ez nem csak a román újságírókra érvényes, ez érvényes a magyar újságírókra is. A másik, hogy az állam sem, és ebben a jelentésben megjelenik az, hogy az állam sem lép fel megfelelőképpen akkor, amikor gyűlöletbeszédről van szó, amikor, sőt akkor sem a legtöbb esetben, amikor kimondottan úszításról van szó. Tehát egy-két esetben, néhány év alatt egy-két esetben indult ügyészségi eljárás, hát ez semmi. De mi áll a gyűlölködés a burkolt, avagy teljes mértékben nyílt úszítás hátterében? Mitől gondolja úgy egy közszereplő, politikusa vagy újságíró, hogy megbélyegezhet másokat, hogy egész csoportok nemzetek fölött ítélkezhet? Tudja egyáltalán, hogy amit tesz, az egyrészt törvénybe ütköző, másrészt pedig igencsak veszélyes. Ezek azok a kérdések, amelyekre egy jelentés, egy összegzés nem adhat választ. Az viszont már sajnos többszörösen is igazolást nyert, hogy a társadalmi intolerancia, a gyűlölködés nem marad meg a szavak szintjén.